Sziasztok, és üdvözlünk benneteket újra a csatornámon. Ő itt Luisi. Itt még így a videó elején szerettem volna nektek bemutatni. Igen, lett egy kutyánk. Ez a legjobb, ugye, ebben az egészben, hogy lett egy Luisikánk. Lett egy cuki Luisikánk, nézzétek, róla volna szó. Róla fog szólni ez a mai videó, hogy ismerjétek meg ti is őt. Igaz, Luisi? Mutasd meg, hogy milyen szép a kis fejed neked. Mutasd meg. Igen, ő itt Luisus. Róla fogok mesélni, egy kinti kutyi, úgyhogy most nagyon figyel, hogy mi van itt bent, de megyünk vissza ki, jó? Mert ott is te nagyon-nagyon szeretsz kint lenni, igaz? Még lesz benne a videóban, ne aggódjatok, ez most csak egy ilyen kis bevezető volt, hogy megismerjétek, de még benne lesz, igaz? Na menjünk! Igen, lett egy kutyusunk, és arra gondoltam, hogy készítek egy ilyen storytime videót nektek vele kapcsolatban. Elmesélem az egész történetet, mert egyébként nem a megszokott módon került ő hozzánk, úgyhogy szerintem megérez egy videót, és szerettem volna, hogy itt YouTube-on is lássátok őt, és tudjátok, hogy ő létezik, mert Instán nyilván már nagyon sokszor sztoriztam róla, és poszt is volt vele, viszont itt még YouTube videóban így normálisan, rendesen, nem feltétlenül meséltem róla és így a történetéről, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó, szerepelni fog még benne Luisi, és még kérdésétekre is fogok válaszolni, ugyanis Instán sztoriban kiraktam egy ilyen kis kérdéses boxot, és érkeztek tőletek kérdések vele kapcsolatban, szóval arra is kitérünk majd. Történetünk május 3-án kezdődött egyébként, képzeljétek, az egy keddi nap volt, ha jól emlékszem, és elmentem barátnőmmel ebédelni a városba. És vagy én értem oda hamarabb, vagy ő jött később, már nem emlékszem pontosan, a lényeg az, hogy egyedül ültem az asztalnál, a teraszon, amikor ez a kis tacsi keverék odajött hozzám, és képzeljétek el, a két kis lábát felrakta így az én lábamra, a térdemre, és csak úgy nézett. Nézett rám, próbáltam mindig lerakni. Megsimogattam, leraktam a kis lábát, megint visszajött. Ezt eljátszottuk szerintem nem túlzok 15-20-szor, sőt, míg ott ültünk másfél órán át, vagy egy órán át, ez a kutyi többet volt rajtam, mint mellettem. Egyébként akkor leesett, hogy őt, mintha már láttam volna azelőtt kb. Két nappal a városban, tehát kocsival voltam akkor, és így megláttam egy szép kis tacskót a fűben. Akkor is gondolkoztam azon, hogy vajon ő kóborkutya, vagy mit keresi, de úgy aznap elfelejtettem, így nem is mentem vissza hozzá. Gondolkoztam azon, hogy kéne neki adni egy kis ételt, vagy bármi, de ugye sajnos az a helyzet, hogy nálunk így itt Nagykárolyban, de egyébként az országban is probléma az, hogy nagyon-nagyon sok a kóborkutya, tehát igazából amikor látok egy kutyát már a városban, vagy látunk, akkor nem az van, hogy úristen, egy kóborkutya, tényleg nagyon-nagyon sok van sajnos, és nagyon sokan csavaroknak is, tehát nem feltétlenül gazdátlan kutyusokról van szó minden esetben, hanem csak egyszerűen elmenek otthonról, kicsi a város, és csapnak egy pár kört. Na, így voltam Luisival is, hogy lehet kóbor, lehet csak csavarog, és így akkor aznap elfelejtettem, tehát ez így kb. Előtte volt pár nappal. Na mindegy, és akkor ezen a keddi napon találkoztunk az étterem teraszán, és egyszerűen nem ment el mellőlem, tehát biztos lát azt is rajtam ő is, hogy simogatom, hogy nem küldöm el, hogy kedves vagyok úgymond vele, és így nyilván ezért is ragaszkodott így hozzám, és az volt még így akkor, hogy részletesen elmondom, de próbálom nem nagyon hosszúan. Szóval egy nagy zaj volt így az úton, tehát vagy egy kocsi, egy hangos valami, amikor Luisi nagyon-nagyon megijedt, tehát a kutyi nagyon megijedt mellettem, és elrohant a terasztól. Tehát elment teljesen nagyon messze, és láttam, hogy eltűnik valamelyik utcában. Na, mondom akkor, volt itt egy aranyos kis kutya. Nézegettem, hogy vajon nem-e bukkan fel valahol, vagy bármi, mindeközben ugye ettünk a barátnőmmel. És aztán így az ebéd vége felé megjelent megint, tehát visszajött ugyanoda hozzám, és megint felrakta a két kis lábát. Úgyhogy egyszerűen itt úgy éreztem, hogy ez valahogy talán már visszafordíthatatlan, de még most érkezett, most jön csak a csúcspontja az egésznek, ugyanis képzeljétek, felálltam a teraszról, és elkezdtem jönni haza, és végig kísért, tehát mellettem volt, egy percig nem fordult meg, folyamatosan csak a lábam mellett, és sétált velem egészen hazáig. Láttam egyébként, hogy
hogy nincs annyira jó állapotban, tehát gondoltam, megetetem, úgyhogy beengedtem az udvarunkra, képzeljétek, és adtam neki ételt, hogy ugye ne legyen éhes, meg vizet. És az már az első napon, tehát ezen a napon kiderült számomra, hogy kóborolt, vagy csavargott már pár napja, mert ugye pár napja már láttam őt a városban, tehát nem biztos, hogy nagyon keresi valaki. És azt is észrevettem egyből, hogy hát nincs annyira jó állapotban ez a kutyus, mert egy nagyon-nagyon rossz nyakkörv volt így a nyakán, de ez a nagyon, nem is tudom, hogy miből volt, egy ilyen gumiszerűség volt, vagy nem is tudom, vagy egy ilyen anyagdarab volt a nyakán, ami tényleg szerintem évek óta ott volt, már majdnem rágyógyulva szegénynek a kis nyakára, és volt is benne egy drót. Tehát így ebből arra következtettem, hogy lehet nem volt neki egy nagyon-nagyon jó élete eddig, és igazából képzeljétek el, így az első benyomásunk az volt róla, hogy ő egy nagyon öreg kutyus már, mert vannak ilyen kis ősz, platina hajszálai, szőrei, és arra gondoltam így első ránézésre, hogy ő egy idős kutyus, viszont kiderült, hogy nem, ő egyébként egy 3-4 éves kutyi, mindjárt erről is. Szóval levágtam a nyakörvét, láttam, hogy ilyen drótos valami van benne, tele volt szegényként kullancsokkal, tehát nagyon-nagyon sok kullancs volt, így láttam a kis szőrén is, meg éreztem a bőrében is, hogy van egy csomó. Szóval ezekből a dolgokból arra következtettem, meg hát igen, abból is arra következtettem, hogy nincs gazdája, vagy ha van is, akkor nem igazán keresi, hogy kiraktam Facebookra, tehát lefotóztam még aznap, és tettem ki egy posztot Facebookra, hogy találtam ezt a kutyit a városban, nem-e keresi esetleg valaki. Nagyon sokan meg is osztották, hogy egy kisváros, tehát szerintem, ha valaki nagyon-nagyon kereste volna, akkor biztos, hogy már akkor jelentkezett volna, és igen, ez nem történt meg. Na és akkor elvittem az állatorvoshoz, talán másnap, és kapott ilyen kis tablettát, ugye féregtelenítő tablettát, illetve olyat, ami így a kullancsok ellen is véd, és megállapították azt, hogy körülbelül 3-4 éves lehet a kutyus. Úgyhogy igen, eltelt egy pár nap, képzeljétek, egy-két nap, és egyszerűen már annyira hozzánk és hozzám nőtt, hogy úgy éreztem, hogy ezt a kutyát én most már nem tudom odaadni senkinek, mert jelentkezett is valaki Instán, hogy szeretné örökbe fogadni, és azt írtam neki, hogy szerintem már nem fogom odaadni Luizikát, és igen, végül eldöntöttük, hogy akkor ő maradjon nálunk. Azt tudni kell rólunk, hogy nem vagyunk egy, ha lehet ilyet mondani, tipikus kutyusos család. Gyerekkorunkban talán volt egy-két kutyusunk, de amióta úgymond tudom az eszem, ha tudok így fogalmazni, nem igazán voltak kutyusaik. Ugye nagyon sokat jövünk-megyünk, tényleg nagyon aktív mindenki a családban, és nagyon sokat húzzuk ki be az autókat, tehát hogy értitek, ilyen nincs egy megszokott rutin, úgymond. Persze ez most nem feltétlenül ok arra, hogy ne legyen kutyán, csak így elkerült minket ez a kutyusos élet így eddig, és ez is, vagy emiatt is gondolkoztunk rajta, illetve a másik dolog, ami inkább ok volt, az, hogy, és ezt nem tudjátok, mert nem igazán beszéltem róla, az, hogy egy költözünk, és már Dáviddal elég rég, nagyon rég megbeszéltük azt, hogy szeretnék egy kutyust, és igazából ki is néztünk már egy kutyit, szerintem ezelőtt 2 évvel már, és már neve is van, képzeljétek, bár még nem igazán született meg sem, de értitek, van egy képzeletbeli kutyusunk, akit szerettünk volna mindenképp majd hazahozni, amikor költözünk a házhoz. Az volt a terv, hogy elhozzuk őt, ugye, ezt a kutyit, és amikor már felneveljük picit, vagy picit nagyobb lesz, akkor majd örökbe fogadhatunk egy második kutyuskát, mert nekem meg ez volt ugye az álmom, hogy legyen örökbe fogadott kutyusunk is. Tehát megvolt a menetrend, úgymond, hogy ugye elhozzuk ezt a kis álomkutyit, aki egy babakutyi, felneveljük őt, tehát eltelik legalább pár hónap, megkapja a harmadik oltását is, amikor teljesen védve lesz, és ez azért is fontos, mert ez nagyon könnyen felborítható, de ez azért volt fontos, technikai dolgok következnek, mert elvileg, amikor elhozod a babakutyát, a bébikutyát, a kölyökutyát, akkor nagyon fontos az, hogy a harmadik oltásig ő teljesen védve legyen, mert állítólag van egy olyan baci, nem tudom pontosan a nevét, ami nagyon veszélyes a kölyökutyára nézve. Tehát tudtuk azt, hogy ha Luizika ott lesz a háznál már, akkor a kölyökutya, amit ugye nagyon-nagyon szeretnénk, veszélyben lesz Luizi miatt, mert Luizi hordozhatja ezt a bacit, amit átadhat a kölyökutyának, és ez halálos is lehet.
lehet ránézve, úgyhogy ez miatt is nagyon sokat gondolkoztunk és morfondíroztunk rajta, mert akkor nyilván ez az álom kutyú projekt nem jöhetne létre Luizi miatt. Meg lehetne oldani, hogy külön válasszuk őket pár hétig, de az meg megint furi. Szóval úgy döntöttünk végül, hogy megtartjuk Luizikát, persze, Dávid is nagyon-nagyon jóban van vele, és tényleg imádják egymást. Tehát megtartjuk Luizikát, és a kölyökutyát nem hozzuk el nagyon piciként, hanem még tartjuk ott, ahol születni fog, addig, ameddig meg nem kapja a harmadik oltását. Szerintünk ez a legmegfelelőbb, ez a legbiztonságosabb, és így tényleg hozhatjuk nyugodtan, és nem lesz gond ilyen szempontból, mert a harmadik oltás után egyébként már védett a kutya elvileg. Szóval ezért is gondolkoztunk rajta, ez a háttérsztória, amit sokan szerintem nem tudtatok. Szóval Luizi marad, és aztán visszavittem a döntés után, visszavittem az állatorvoshoz, és elintéztünk mindent, amit kellett, megkapta az oltást, illetve csipet is kapott Luizi, mert ugye nem volt benne, azt említettem, úgyhogy már a nevemen van, és minden rendben van vele ilyen szempontból, és hát nyár végén, ha minden jól megy, akkor érkezik hozzá a tesó. Ivartalanítva is lesz Luizi egyébként, ezt is kérdeztétek sokan, már most sajnálom szegényt, de tudom, hogy jó lesz és szükségszerű, de picit félek így a procedurától, de meg lesz, és nem lesz gond. Muszáj, főleg, mert egyébként fiú kutyus fog érkezni hozzánk, úgyhogy ilyen szempontból is fontos, de egyébként is fontos szerintem, úgyhogy meg lesz az is csinálva. Megmondom nektek őszintén, hogy picit félek, nem hogy félek, hanem így aggódom azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz így kettő kutyussal, és ki fognak-e jól jönni, de abban bízom, hogy mindenképp jó lesz, mert Luizi kislány, egy kisfiú is, és úgy érzem, hogy ők egy jó páros fognak alkotni, legalábbis nagyon bízom benne is, és jobban is le tudják majd egymást foglalni az udvaron, és tényleg lesz egy barátja Luizikának, tehát barátai lesznek egymásnak, úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy ez így jó lesz, csak így hirtelen nulla kutyussal a kettő kutyus kicsit ijesztő. Ha visszafele gondolkozunk, mert ugye a terv az volt, hogy meg lesz a kutya, akit ugye elterveztünk és szeretnénk már tényleg évek óta, és akkor egy nagy testű kutyáról van szó egyébként, és akkor hozzájön egy picike kis mentett kutyus, így valahogy jobban hang, nem hogy jobban hangzik, hanem úgy jobban felfogja az ember agya. De így, hogy itt van Luizi, és akkor most jön hozzá egy nagy kutyi, így egy picit ijesztő, de úgy érzem, hogy azért el fogunk bírni kettő kutyussal, és boldogok leszünk, és nem lesz gond. Úgyhogy ez a helyzet jelenleg, most ugye itthon vagyunk még, és aztán nem sokára költözünk. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz neki ott, és milyen könnyen fogja tudni megszokni azt a környezetet, ugye egy teljesen más udvar, egy más ház. És igen, erről át is térek arra, hogy kinti kutyus Luizi, és kinti kutyus is marad, ugyanúgy a másik kutyával együtt. Egyszerűen nem tudom, tényleg olyan furán kérdezi tőlem ezt mindenki, inkább Instán, meg ilyen számon kérdve, hogy nem mehet be, vagy hogy nem benti kutyus. Nem tudom, nekem egyébként teljesen normális az, hogyha egy kutyus kinti kutyi, tehát nem tudom, szerintem ugyanolyan boldog tud lenni kint is egy kutya, mint bent, tehát nekem nem tűnik természetesnek feltétlenül az, hogy egyből akkor benti kutya legyen. Nem mondom azt, hogy nem szívesen engedném be, mert nagyon szívesen beengedném, sőt én személy szerint ágyba is engedném a kutyákat, és aludnék velük, de tudom, hogy lehet nem a legjobb döntés lenne ez, főleg így, hogy ketten vannak, és az egyik az nagy testű. Úgyhogy mi eldöntöttük, hogy nem szeretnénk benti kutyusokat, úgyhogy soha nem volt egyébként benti kutyánk, szóval nekünk se, és Dávidiknak sem, és úgy érzem, hogy ez így is nagyon jó tud lenni. Nem gondolom, hogy ezzel baj lenne, vagy nem gondolom, hogy ezért mi rossz gazdik leszünk, sőt. Luizikám egyébként egy nagyon-nagyon szeretetéhes kutyus, aki imád velünk lenni, tehát nem az a magába fordulós kutya, hanem egyszerűen folyamatosan keresi a társaságunkat, és szerintem eddig sem volt benti kutya így az állapotából kiindulva, tehát szerintem nem bent tartották, ha egyáltalán volt így egy stabil otthona.
Viszont folyamatosan be akar jönni, ha én bejövök. Hát ha látja, hogy bejövök, ő is be akar jönni. Ha kint vagyok, akkor nem akar bejönni. Szóval igen, ez így a gondunk vele most, hogy folyamatosan kaparja az ajtót, úgyhogy erre még nem tudom, találnunk kell egy megoldást, mert ahogy látja, hogy bejövünk este, elkezdi kaparni, rágni az ajtót, hogy ő is be akar jönni. De ha kint vagyok, akkor nem. Szóval a társaságunkat keresi, ez egyértelmű. De erről valahogy le kellene szoktatnom, mert hosszú távon nyilván ez sem jó. Biztos én rontottam el, mert nem tudom, mikor az elején egyszer-kétszer kapart, akkor még nem tudtam, hogy mi a helyzet, kimentem hozzá, és sinisztem, és nyilván úgy gondolja, hogy ha kaparja az ajtót hosszasan, akkor én biztos ki fogok menni hozzá, szóval erről valahogy le kell szoktatni, csak hát nyilván nem mindig van hozzá szívem, hogy így hagyjam kapargatni, és nem menjek ki hozzá. Meg hát ő egy felnőtt kutya, tehát nem tudom, hogy eddig hol élt, nem tudom, hogy milyen szokásai vannak, nem tudom, hogy bántak vele, és ilyenkor már szerintem nehezebb, nem mondom azt, hogy lehetetlen, de nehezebb őt tanítani, így, hogy már felnőtt, de mindenképp megpróbáljuk, mindenképp utána járunk, csak most mi így hirtelen belecsöppentünk ebbe a dologba, és nem olyan könnyű, de tudom, hogy kell a fegyelem, tudom, hogy kell az, hogy következetes legyek vele, és akkor lesz ez jó. Jó, nagyjából szerintem elmondtam így a történetét Luizinak, ezen kívül egyébként a kis kaparáson kívül csodálatos kis kutya, tényleg, hát annyira okos, aranyos, azok a szép szemek, így cukipofa, hát egyszerűen imádom, tényleg imádom. Szóval, kitalálta ki a Luiza nevet. Képzeljétek el, ez úgy volt, hogy így feküdt az ajtó előtt, és anya a nappaliban azt mondja, hogy na, mit csinál már Luiza? Luizát anya úgy használja, mint egy ilyen kis becenevet, de így bárkire, vagy hogy nem tudom, hogy fejezem ki ezt, hogy mondjam el, hogy értsétek. Mindegy, ő csak úgy mondta. Értitek, így jött egy ilyen, hogy mit csinál Luiza? És eszembe jutott, hogy és így megütött ez a Luiza név. Hát mondom, ez tökéletes neki, nekem nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy így lett Luiza. Anya szólította így véletlenül, tehát értitek? Azt mondja valaki, nekem a nyuszimat hívják Luizinak, fun fact, ő amúgy fiú, szóval néha csak Lajos. Azt kérdezi valaki, hogy szerintem volt-e gazdája előttem. Szerintem volt gazdája előttem egyébként. Nem egy olyan gazdája volt, aki nagyon hiányolja, vagy nagyon kereste volna őt így utólag, de szerintem volt. És valaki írt nekem Facebookon, hogy mintha őt látta volna már, mint Luizit, valahol a piac környékén barangolni egy ilyen furább társasággal, akik annyira nem is foglalkoztak vele, tehát csak így úgymond vándorolt velük így a városban, és valószínűleg eltévedhetett, de aztán ők már nem keresték. De szerintem egy ilyen közös udvarból származhat, úgy a senki volt, úgy tudom elképzelni, és persze nem volt rá vigyázva úgy rendesen. Úgyhogy igen, hát én megpróbáltam, nem jelentkezett senki, nem volt benne csíp, úgyhogy én úgy érzem, mindent megtettem, de most már az enyém. Dávid, hogy fogadta Luizit? Nagyon-nagyon-nagyon jól fogadta, és nagyon cukik voltak, és egyből úgy érzem, hogy kedvelték egymást, és amikor meglátja Dávidot, egyfolytában ugrik rá, megy utána, játszik vele, Dávid sokat játszik vele, én inkább puszigatom és simogatom, tudom, nem mindig ez a legjobb, Dávid pedig folyamatosan játszik vele, és azt nagyon szereti, úgyhogy nagyon-nagyon kedvelik egymást. Nem félt esetleg, hogy a gazdája mégis elmegy érte, ha felismeri, képzétek ezen, folyamatosan szoktunk nevetgélni, amikor sétáltatjuk Luizit, hogy majd így sétálunk vele az utcán, és velünk szemben jön majd valaki, és megismeri a kutyát, hogy jé, ott a kutyánk, és akkor majd Luizit szalad felé, és ott hagy minket. De egyébként, igen, ez csak egy képzeletbeli sztori. Szerintem nem fog megtörténni, mert tényleg úgy gondolom, hogy nem volt olyan állapotban Luizi, hogy nem tudom, hogy azt mondjam, hogy igen, ott a helye, és szeretve volt, és vagy lehet, hogy szeretve volt, de így az állapotából tényleg csak ezt tudom hangsúlyozni, kiindulva nem feltétlenül volt rá nagyon odafigyelve, szóval nem félek, és annyira szeret minket, és annyira ragaszkodik hozzánk, és úgy érzem, hogy annyira jól érzi magát velünk, hogy nem tudom, neki már itt a helye. És hát persze kóborolt, pár napig az utcán élt, és senki nem kereste, úgyhogy én úgy éreztem, hogy akkor én fel vagyok jogosítva arra, hogy akkor az enyém lehessen Luizi, és nagyon úgy gondolom, hogy jobb kis kutya élete lesz nálunk.
Én úgy érzem. Jó, ennyi szerintem így a storytime-ból, meg ebből a leülős részből elég. Most felkapom Louise-t, és szerintem indulunk egy sétára, illetve megyünk a házhoz, és akkor még mesélek nektek róla egy picit, jó? Most már kijöttünk egy picit, vagy kijöttem hozzá egy picit, és ilyenkor képzeljétek el, felugrik az ölembe. Gyere, Manci! Gyere! Gyere! Jaj! Most mit nézel? Tetszik neked a kamera? Tetszik neked a kamera? Gyere már ide! Gyere már ide! Mutasd meg, hogy tudunk mi itt lustikázni. Mutasd meg. Fülemüle. Egy igazi kis cukorfalat. Azt még tudni kell róla, hogy az első pár napban semmilyen hangja nem volt. Tehát azt hittük, hogy ez a kutya nem tud ugatni konkrétan, mert tényleg egyszer sem ugatott. Semmilyen hangot nem adott ki. Na már most így pár hét távlatából, pár héttel később igazából, azt kell, hogy mondjam, hogy a kutya igenis tud ugatni. Igen, igen, most. Louise, gyere! Igen, kell a hám. Amúgy meg sose húz. Na! Csak amikor ezt a két kutyát látja, vagy hallja. Amúgy soha nem szokott húzni. Hát nagyjából ennyi lett volna mára ez a videó, még biztos, hogy fel fog tűnni itt-ott Louise-ik a vlogokban, stb. Úgyhogy majd még találkoztok vele, de egy ilyen kis story time-ot mindenképp szerettem volna. Következő videó szerintem már mindenképp egy sminkes videó lesz, szóval azzal fogok jelentkezni. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek, és találkozunk legközelebb, sok puszi! Sziasztok!